Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. 4 évvel ezelőtt az első nagyragadozó támadásokról szóló hírek hatására Szép Ábrahám vadgazdamérnök elindította az úgynevezett kuvasz őrprogramot. Ennek keretében a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület tenyésztői kölyköket ajánlanak fel a gazdáknak, hogy elősegítsék a lakosság és a nagyragadozók békés együttélését az érintett régiókban. Mindenről pedig bővebben mesélnek vendégeim Szép Ábrahám a program vezetője és Pisoff Ferenc a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke. Üdvözlöm Önöket a stúdióban. Üdvözlöm Önöket, Fanyi. Itt van velünk még Bíbor is, de róla majd a későbbiekben beszélgetünk. Kezdjük először is azzal, hogy a program létrejötte előtt milyen jellegű problémák fordultak elő legtöbbször? Hát országosan lehetett hallani farkas támadásokról és ragadozó támadásokról híreket, kezdődő híreket. Én ezt érzékeltem, felfogtam, és akkor egyből elindítottam a programot. Erdélyből származom, vannak kutyás tapasztalataim, nyájőrző kutyákkal, és akkor gondoltam, hogy a magyar gazdáknak segítek. Ezek szerint akkor ez a problémakör nem kizárólag Észak-Magyarországra korlátozódott? De Észak-Magyarországra korlátozódott, habár nagy ragadozókról beszélünk, tehát az medve, farkas, hiúz. Itt a másik nagy problémakör az aranysakál, ő viszont nem nagy ragadozó, egy kis ragadozó, de legalább akkora, ha nem nagyobb károkat tud okozni, mint a nagy ragadozók, de ez Dél-Magyarország, illetve Észak-Magyarországon is megjelent, de az ország többi részére jellemző a sakál támadás. A támadások főként emberekre irányultak, vagy inkább a nyájakra, állatokra? Emberekre semmiképp, hát természetesen csak haszonállatokra irányultak, őrzés nélkül hagyott haszonállatokra. Hogyan jött az ötlet, hogy kuvaszok segítségével szeretnék csökkenteni a támadásokat, és nem például villanypásztorokkal vagy más módszerekkel, eszközökkel? Hát én kuvasz tenyésztő vagyok, őstermelő, régen kecskéket tartottam, kuvaszokat ott neveltem föl a kecskékkel, birkákkal, természetesen Erdélyben is rengeteg tapasztalatom volt, illetve volt a programomnak egy előzménye, a Kuvaszok és Nagyragadozók program a Erdélyben, amelyik bizonyította, hogy a kuvasz, a mai 21. századi kuvasz, törzskönyvezett kuvasz alkalmas nyájőrzésre. Akkor is, hogyha 100-150 év kimaradt nekik. 2016-ban pedig el is indult a kuvaszőr program. A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület már a kezdetektől fogva csatlakozott mindehhez? Igen, már amikor Szép Ábrahám egyik közülésünk, egy évzáró rendezvényünkön megkért, hogy ismertesse ezt a programot a tagság előtt, és hát mi örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget. A vezetőségünk egyből a program mellé állt, olyannyira, hogy ez a program a tenyésztési programnak a része, amely tenyésztési programot az Agrárminisztérium, a HG és az Őshonos Tanács is elfogadott, tehát ez szerint folyik a tenyésztés ennek a szigorú betartása mellett. Azon kívül, hogy a tenyésztők ugye nyilván biztosítják a kölyköket, még milyen feladatokat kell elvégezniük, miről kell gondoskodniuk? Gondolok itt például arra, hogy mennyire fontos az, hogy már a kezdetektől fogva neveljék valamilyen különleges úton, módon ezeket az állatokat az őrzésre, nyájvédésre. Igen, ez egy nagyon fontos és sarkalatos kérdés, mert a tenyésztőknél tölti a kutya azt a 8 hetet, amelyik az idegrendszerek tevékenységnek a kialakulását folyik, és itt ebben az időszakban nagyon fontos a korai szocializáció, tehát emberhez, kutyához, állatokhoz egyaránt. Most nyilván ott egy kicsit előrébb lép az a kutya, amelyik a programban fog kerülni, ha épp annak a tenyésztőnek rendelkezésre állnak a jószágok, mert ahhoz is hozzá tudja szoktatni, mert hozzá kell. És amikor kikerül a tenyésztőtől, és kihelyezzük ezt a kuvasz eredeti környezetbe, ugye a bevésődési időszak az durván 4 hónapig tart, és akkor már minél hamarabb a jószágok mellé kell, hogy ez a kis kutya kerüljön, mert a problémamentesen beilleszkedik abba az állatki közösségbe, amelyet majd meg kell neki védeni.
A tenyésztő feladata az oltás, az ivartalanítás, illetve a csippezés is egyáltalán ivartalanítva lesznek az állatok, hiszen nem. Ahogy említette is, részt vesz a tenyésztői programban, szóval nem feltétlenül. Nem, tehát abszolút nem, tehát ivarosan kerülnek ki, tehát nem ivartalanítjuk őket, sőt most az egyik megszületett az egyik kihelyezett kuvaszunknál egy alom, amelyik megállt a helyét, és most már a kiskutyák kiletek helyezve újabb területre. Igen, hát a tenyésztőnek feltétlenül fontos ugye az oltási programot betartani. Be kell tartani neki a féregtelenítést, az élősködők elleni védelmet, és hát a csippezést is ugye, mert anélkül nem kapja meg a számlálási lapot, ha nincs lecsippezve. Ebben az egyesületünk, a Magyar Kovasz Fajta Egyesület anyagilag is hozzájárul és segíti a programban lévő kutyákat. Majd később, hogyha tenyészszemlézzük, akkor ingyen tenyészszemlézzük le, kimegyünk a terület eredeti környezetbe, már egy jó pár kovasz le is tenyészszemléztünk. A gazdának meg tovább kell folytatni ez a programot, hogy évenként be kell oltani, féregtelenítés, élősködőkkel, ugye meg kullancsokkal, ugye fertőzöttek területek vannak, és hát ami aztán a feladata, betanítani a kutyát. Azt követően, hogy a leendő gazdához került az állat, hogyan képzeljük el egy napjukat? Hát ahány helyszín, annyi szokás, illetve annyi feladat van. Vannak olyan helyszínek, ahol a kutya napközben nincs a nyájjal, viszont éjjel a nyáj körül van, és de a legtöbb helyszínen viszont együtt él a nyájjal, és éjjel-nappal a nyáj közelében, illetve a nyájban bent. Azért az elmúlt évtizedekben én úgy gondolom, hogy igencsak megváltozott a kuvasz szerepköre, nem feltétlenül lett úgy házi kedvenc és kiskedvenc, de azért nem minden háznál őrzi a nyájat, hiszen erre nincs is szükség. Melyek mégis a legnagyobb kihívások a kuvaszok eredeti nyájőrző feladatkörbe való visszahelyezésében? Hát természetesen az ember a legnagyobb kihívás, tehát az emberi tényező. Az a gazda, aki ilyen kutyát kap, az valamennyire kell értsen a kutyák nyelvén. Mondjuk a többség eleve tart terelő kutyát, tehát otthon van a kutyázásban, viszont a kuvasz az más kategória, tehát nagyon sok pásztor különben eddig is tartott kuvaszt, törzskönyv nélkül, de hál' Istennek megértették a idők szavát, és hajlandóak törzskönyves kuvaszt is alkalmazni. Speciális ellátást igényel egyébként az állat? Szerintem semmivel nem igényel több ellátást, mint más fajták. Hát talán annyi, hogy az élősködőkre jobban oda kell figyelni, tehát jobban kell védekezni, hiszen ezek a kutyák kint vannak a természetben. Tehát jobban kullancsal, bolhával, patkával jobban fertőződhetnek. Említette, hogy terepszemlét is végez a Magyar Fajta Gonozó Egyesület, mégis miután elkerültek a tenyésztőtől, a későbbiekben is nyomon követik a kutyák sorsát? Feltétlenül. Ez, amit Ábrám megírt szerződést, vagy megállapodást a kihelyezett kuvaszoknak a gazdáihoz, ott az is benne szerepel, az évenkénti többször ellenőrzés. Ábrám rendszeresen jár ellenőrizni ezeket a kuvaszokat, és nem csak magát a kuvasz, hanem hogy milyen körülmények között tartják. Hogy előfordult olyan, hogy kihelyeztünk egy kuvaszt, és ellenőrzés alatt kiderült, hogy teljesen rossz körülmények között él az a szerencsétlen kutya, úgyhogy vissza is hoztuk. De hát előfordult olyan is, hogy például megbetegedett az egyik gazda, idegesen el kellett hozni a kutyát, meg volt olyan is, hogy megszűnt a gazdaság. Tehát felszámolta az egyik gazda például a juhállományát, visszavonult. Hát itt jelentkeznek a problémák, hogy na most mi lesz ezzel a kutyával. Hál' Istennek sikerült mindegyiknek megfelelő területet, vagy gondos gazdát találnunk, de hát ez is egy gondja és problémája, ugye minden programnak megvan a hátulütője. Azért vagyunk mi itt mindnyájan, maga az egyesülés azért állt a program mellé, meg az Ábrahámnak is ugye nagyon sok kapcsolata van, a Büki Nemzeti Parttól kezdve a WWF Magyarországra, tehát mindnyájan segítünk, hogy ez a program életképes legyen, és hát ezek a kiskutyák, akik már majd fölnőnek, valóban azt a célt szolgálják, amiért őseink ezt a
fajtát kitenyésztették. 4 év alatt hány kölyök talált a program keretében gazdára? Hát épp tegnap beszélgettünk az Ábrahámmal, hogy valóban mennyi, mert elég sok kutyát helyeztünk ki, és úgy számolt, hogy durván 25. Ugye, ha jól tudom, ugye 25. Mennyire sikeres maga a program, tehát ez a 25 állat úgymond a számok tekintetében is megnyilvánul, visszaverték, illetve sikeresen csökkent a támadások száma? Volt példa rá, igen, hogy például Komlóskán, a Haluska István gazdálkodónál megjelent a farkas, a villanypásztor és a kutya elegendő volt, hogy meghiúsítsa a támadást. Ezt hóban talált nyomokból lehetett rekonstruálni. Tehát akkor mondhatjuk, hogy jelentős segítség ez a gazdálkodóknak. Igen, jelentős szerintem, illetve mások szerint is. Mi lesz a program jövője? A program jövőjéről annyit, hogy december 5-től, tavaly december 5-től alapítványként folytatom tovább. Úgyhogy szerintem ez is bizonyítja, hogy a program igenis sikeres, és természetesen a következőkben is az a célom, hogy minél több gazdálkodót feltérképezzek, minél több gazdálkodóhoz juttassak ki kölyköket, kuvaszokat, és az állammal is keresem a kapcsolatot, a Agrárminisztériummal, az együttműködést, nemzeti parkokkal, akik az északi középegységben vannak, Bükki, Akteleki, Ipoly, Dunaipoly nemzeti parkokkal. Említették, hogy több különböző szervezettel is együtt dolgoznak. Ezek alapján akkor a szakértői háttér is átalakul valamilyen úton, módon a jövőben? Hát feltétlenül fontos a biztos háttér, és a legtöbb támogatást kapjuk az Agrárminisztérium, aki részéről az államtitkár úr Vénemet Zsolt a 2 évvel ezelőtt kijött és megtekintette a programban dolgozó kutyákat, és nagy megelégedéssel. Ami ugye említettem az előbb, a WWF Magyarország, ez egy nemzetközi szervezet, tehát ő is feltétlenül bekapcsolja be a munkába. Hát segítik ezt a munkát a tenyésztőink, azáltal, hogy kuvasz tenyésztenek és odaadják a programnak. Az egyesületünk, a Magyar Kuvasz Fajta Egyesület pedig a tenyész szemlével a szakmai háttért fogja mindenképpen biztosítani, ami egyrészt a tenyésztéshez ugye nagyon fontos. Rendszeresen ellenőrzi a tenyésztésvezető dr. Rudák Péter is a kint dolgozó kutyáknak az egészségi állapotát, magában, hogy milyen körülmények között tartják. Tehát egy nagyon összefogott kis közösség az, amelyik ebbe a programba tevékenyen részt vesz. Kívülállóként hogyan tudjuk segíteni az önök munkásságát? Hát végül is bárkivel szívesen elbeszélgetek, e-mail címen van, ha kérdés van, akkor válaszolok készségesen. Volt már olyan, hogy érdeklődtek, és akkor kijöttek velem a helyszínre, tehát el lehet jönni velem megnézni a helyszíneket, illetve hát az alapítványomat támogatják, azt nagyon megköszönöm természetesen. Mindez azért van, hogy a kuvasz eredeti feladatkörbe kerüljön, és a ragadozókat is védjük, hiszen a kuvasz az, mint egy fal, az ember és a ragadozó közé áll, és sok problémát megold, anélkül, hogy az ember ezt észlelné. Beszélgetésünk alatt többször feltűnt a képernyőn bíbor, illetve hát már szóba is került, aki nagyon nyugodtan fekszik itt, abszolút nem látszik, hogy egy erős, masszív, nyájőrző állat. Ő is részt vesz egyébként a programban? Hát őt azért hoztam el, hogy legyen itt egy kuvasz is, be tudjuk mutatni. A programból nagyon nehéz lenne a környezetből kiszakítani egy kutyát, mert nem is szeretnénk elvonni az állatoktól. Ők végezzék ott a dolgokat, védjék és őrizzék a nyájat. Ő egyébként munka kutya, tehát munka feladatokat lát el a polgárőrség szolgálatában. Ő vizsgázott, rendőrségnél vizsgázott polgárőr kutya, és hát azért neki abban a helyzetben, amiben épp van, úgy kell viselkedni, amit én elvárok tőle, és ő ezt maximálisan teljesíti. Egy magabiztos, nyugodt, kiegyensúlyozott, nagyon idegrendszerű kutyát hoztam ide most a nézők elé. Önnél is él akkor, hogyha jól gondolom? Hát gondolom. Ő természetes, hogy a polgárőr programban ugye az a feltétel, hogy a kutyát idézőjelben mondva, sokan nem szeretik ezt a kuvaszosok, családi kutyaként kell, hogy tartsa, tehát nem ketrezbe, meg bezárva, kennelbe.
ezt nem is viselni el ez a fajta. Tehát a szabadsághoz, mozgáshoz szokott ősi pásztorkutya, tehát ezt nem tűrné, és mi se tűrjük el, hogy ilyen körmények között tartsák, tehát ő családi kutya, és ahhoz a polgárhoz, akihez kerül, életé végig ott marad. Akkor műsorunk zárásaként oszlassuk el azt a tévhitet, hogy a kuvaszok időskorukra megvadulnak, megbolondulnak, hiszen azért ez ma még mindig jelen van, sajnos én úgy gondolom, legalábbis a köztudatban. Hát sajnos igen. Mondjuk én is 1991 óta kuvaszozok, soha semmi problémám nem volt. Egyetlen egy kulcsa van az egésznek, nem szabad láncra kötni, nem szabad kenelbe zárni, tehát ő egy, ahogy mint Feri bácsi is említette az előbb, egy szabadsághoz szokott. Gondoljunk bele, hogy a nap 24 órájában a pásztorral volt mindig is. Tehát a pásztornak minden szemrezdülését, arcrándulását érzékelte és tudott reagálni. Sokan rosszul ítélik meg, hogy ez egy olyan kutya, amelyik el van a láncon, de nem. Tehát ez egy téves hit. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, illetve hogy ennyi fontos információt osztottak meg a fajtáról, illetve a programról egyaránt. További sok sikert kívánok köszönjük önöknek. Szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét zöld közelben. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!